Tisztelt Dánszent Miklósiak, a koronavírus elleni védekezés közös ügyünk és közös felelősségünk, és ennek a terhének a viselése és közös feladat. Így Dánszent Miklós költségvetésének a falunak is részt kell vállalnia ebből a feladatból. A legutóbbi rendelkezések során az derült ki, hogy Dánszent Miklós esetében a gépjárműadó helyben maradó részét, Dánszent Miklós esetében is át kell utaljuk a központi költségvetés részére, így a költségvetési bevételeink mintegy 8 millió forinttal fognak csökkenni, ennél fogva a kiadási oldalt is csökkentenünk kell. A képviselő testülettel konzultálva és a képviselőkkel teljes egyetértésben a következő döntéseket hoztam a költségvetési egyensúly biztosításának érdekében. Először is a képviselő és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet 2020. december 31-ig felfüggesztem, azaz a kifizetések nem lesznek foganatosítva, és ezen felül saját polgármesteri járandóságomból havi 40 000 forintról lemondok, az így megtakarított 3 millió forint csökkenti a kiadási oldalt. Másodszor a tervezett civil pályázati alapot is felfüggesztem, így az idei évben a civil szervezetek támogatására nem fogunk írni pályázatot, ez 1 millió forint megtakarítás jelent. Harmadsorban az önkormányzati költségvetésben tervezett 2 millió forintot, amelyet rendezvényekre és reprezentációra terveztünk, nem fogjuk elkölteni, tehát önkormányzati költségből 2020-as évben nem lesznek rendezvények. Ez persze nem zárja ki azt, hogy a járvány elmúltával közadakozásból csináltunk már ilyet többször, önkormányzati rendezvényeket szervezzünk, viszont az önkormányzati költséget nem fog érinteni. A negyedik tengelyen pedig az idei évben 2 millió forinttal kevesebb útfelújítást, járdaépítést fogunk végezni. Természetesen a döntések meghozatalánál azt az elvet tartottam szem előtt, hogy olyan döntéseket hozzak, amelyek a legkevésbé hátráltatják Dánszent Miklós infrastruktúrális fejlődését. Én azt hiszem, hogy a lehetőségekhez képest ezek jó döntések. Kérem, hogy szíveskedjenek elfogadni ezeket a kényszerű intézkedéseket, és támogassák a település gazdálkodását közterheik, adóik pontos és felelősségteljes befizetésével, valamint a koronavírus járvány átvészelését és legkevesebb áldozattal való átélését támogassák személyes példamutatásukkal, személyes viselkedésükkel. Én azt kérem önöktől, amit eddig is, hogy vigyázzunk egymásra, tartsunk ki, együtt sikerülhet, és csak is együtt sikerülni is fog. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek!